Köszöntöm Paletta Kulturális Magazin műsorunk valamennyi nézőjét. Már csak néhány nap van húsvétig, a gyerekek legnagyobb örömére közeledik a locsolkodás és a tojásfestés időszaka. A közelgő ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásainkról, hagyományainkról, szimbólumainkról kérdeztük Lukács László néprajzkutatót. Mik azok a népszokások, amik ehhez a héthez kapcsolódnak még esetleg húsvét előtt, húsvétot megelőzően? Ugye az evangéliumban ugye leírják, hogy a Jézus hát a szenvedés történethez való elérkezésének az utolsó hetét, és kezdődik virágvasárnappal a nagy hét, és ugye tart lényegében ugye nagy csütörtökön, nagy pénteken és nagy szombaton keresztül a feltámadási körmenetig, szombat estéig, és erre következik rá ugye a húsvét, ami ugye két napos ünnep, a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, hogy a Jézus kereszt halálának és feltámadásának az ünnep, ami ugye alapja az egész kereszténységnek, még a kereszténységnek a neve is, ugye abból a keresztből származik, amire felfeszítették a Jézust mindenféle európai nyelven, így van ez. És a húsvét az a karácsonnyal szemben egy mozgó ünnep. Ugye nem mindig ugyanazon a napon van, hanem úgy március legvégétől tartott április legvégéig. Méghozzá március 21-i tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnapon van. Tehát mindenképp március 21-e után van a holtölte, és akkor a rákövetkezendő vasárnapon van a húsvét. A húsvét két napos ünnep, és azt mondhatjuk, hogy hát már még a kereszténység előtt is szerepe volt ennek az időszaknak, a tavaszi időszaknak, tavasz ünnepnek is nevezzük, mert ugye hát itt a zsendülő természetnek a kiáradásáról van szó, és ugye ez a tavaszi hát születés, ez ugye megjelenik a barkában, például a virágvasárnapi barkaszentelésben, de megjelenik a tojásfestésben is, amit ugye húsvétre festenek, és ugye a szentelt vagy megfestett tojás, a csodás tojás, vagy a különleges tojás, az már az őskorban, vagy a honfoglalás előtti avar sírókban is ugye van, ugye piros tojás, a pirosra festett tojás, ez ennek külön mágikus erőt tulajdonítottak, hogy a piros szín eleve is mondja gonoszűző, és azt mondhatjuk, hogy a tojás festés és a tojás díszítés az hát legtöbb technikával rendelkezik, és itt Fejér megyében is a legkülönbözőbb festett, egreslevéllel díszített és festett, karcolt tojások is vannak, de a legnehezebb volt a tojásoknak a megpatkolása, amit főleg ugye a kovács legények űztek, az bizonyították, sok esetben a lányok előtt is, hogy az ő nehéz mesterségük ellenére nem nehezült el a kezük annyira, hanem egy kifújt és üres tojásért is meg tudnak patkolni, és ugye miért ezt művészi tökélyre tudták fejleszteni. Volt Sárosdon, egy 1912-ben született kovácsmester Sallai László, aki kb. 3000 tojást megpatkolt életében. Az egész kicsi, hát galamtojástól kezdve egészen a strusz tojásig. Most ugye volt, amelyikre több száz patkót fölvett, és ugye egy patkónál ott ugye van kb. 12 lyuk. És ugye ebben a kis patkót fölfűzi a tojásaira ugye egy ónszeggel, nagyon puha ónszeggel, azt visszahajtja, lecsípi, és azt tessék elképzelni, hogy ugye hát több ezer, körülbelül 1300 lyuk van egy tojáséjon, és mégse reped be, mégse törik össze. A Laci bácsi a Múzeum Néprajzi Gyűjteményének is ajándékozott több ilyen patkolt tojás, de nincs egyedül, mert ma is él itt Fejérváron Koszpek József, szintén kovács, aki ugyanígy patkolja a tojásokat, és hát be is került a rekordok könyvébe az egyik tojásra, mert ugye több száz tojást fölvert, ugye egy lúg tojásra,
nagyon sokat fölvett plusz tojása is, és még galamtojást is megpatkolt, arra is még vagy 29 patkót rávett egy ilyen pici kis galamtojásra. Most a tojás mennyi szenteltetik a templomokban, ugye húsvét vasárnapján, és ez a család összetartozásának is az egyik jelképe vagy eszköze volt, hogy elvittek kosárban megszenteltetni főtt tojást, sonkát, kalácsot és sót, azt megszentelte a húsvéti mise folyamán a plébános, és hazavitték, és mindenki a húsvéti reggelihez megevett ebből a szentelt tojásból egy szeletet, egymás között elosztották, azt tartották, hogy akivel együtt evett meg egy-egy fél húsvéti tojást, azt nem fogja soha elfelejteni, hogyha eltéved az év folyamán, akkor arra gondol, hogy kivel evett együtt húsvéti tojást, az akkor oda fogja vezetni vissza a jó útra. Ez lehetett egy valóságos út is, de ez egy szellemi út is, hogyha letért mondjuk a jó útról. A tojás szerepel a népszokásokban és a tavaszi népi játékokban is, ugye hát ugye nem véletlenül a locsolásnak és a korbácsolásnak is ez a jutalma, hogy a legények meglocsolják, vagy ilyen szlovák eredetű falvakban megkorbácsolják a lányokat húsvét hétfő reggelén, és ezért a lányok ugye egy-két tojást adnak a fiúknak. Az összegyűjtött tojással aztán délután különböző tojásjátékokat űznek. Ez a tojásgurítás, például Lajos Komáromban, vagy Bakonykutiban kimennek egy lejtős helyre, egy rétre, és akkor ott gurítják a tojást. Az a lényeg, hogy a hegyes végével kell elindítani, akkor nem törik be, mert ugye erősebb a tojás. És ugye azt nézik, hogy ki milyen messzire tud elgurítani, és hogy kié nem tört el. És aki eltört, azért elnyerte az, akié nem tört el. Azon kívül ugye pénzt is dobáltak a tojásba, ugye letettek egy tojást, és ugye nehéz fémpénzeket dobáltak bele, és akinek élével belállt, az elnyerte az összes többi tojást, amit letettek a földre ebből a célból. Tehát ez a mágikus tojásnak ilyen szerepe van a húsvétban, nem csak a játékban, hanem egy különös népszokásban, a komatal küldésben is szerepe van a húsvéti tojásnak. Például Sárbogárdon ott megvolt a komatal küldés az, hogy lányok feldíszítettek egy tálat süteménnyel, főtt tojással és egy üvegborral, és elküldték egy kisebb testvérükkel, vagy egy barátnőjüknek, vagy egy legénynek, és ezzel a komatal küldéssel elfogadta az, akinek küldték, és tett bele más süteményeket, és más bort, és más tojásokat visszaküldte, akkor kölcsönösen elfogadták egymás komának, és ha valóban férjhez mentek, akkor az, akinevel komatálat váltott, az lett a komája, tehát a gyerekeinek a kereszt szülője. A komatál küldésnek ugye egy verse is van, a komatálat hoztam, meg is aranyoztam, koma hozta komának, koma váltsa magának, ha nem váltja magának, visszaviszem tisztességes komának. Azon kívül, ugye itt Fehérváron is már az utóbbi időben felélesztették ezt a tojásgurítást, itt a Király Dombon, a Palota városban, ugye nagyon sok fiatal család megy ki gyerekeket, és ott gurítják a tojást a Király Dombról, azon kívül szóval ilyen tojásba dobálás is, és a kislányoknak addig a fő feladata a magasba dobott tojásnak az ügyes elkapása, hogy el tudja kapni a kislány, ne essen a földre, ne törjön össze. Tehát ez a tojásnak ez a jelentősége, és a locsolásnak, a korbácsolásnak pedig az a lényege, hogy úgy erőt és frissességet, és jó egészséget kívánnak a lánynak a hideg vízzel, vagy a nagyon-nagyon friss, ugye a fűszaveszőből van korbáccsal is. Ugye locsoló versek is ugye legkülönbözőbbek vannak, legkülönbözőbb témákban. Van, amelyik keresztény jellegű Jézus születésére utal, aztán van, amelyik ugye egy kicsit ilyen szexuálisabb tartalmú, és olyan van autós locsoló vers is, hogy mondja, hogy őt nem tudom én milyen nagyon híres autóval, és kérdezi, hogy locsoljon-e, vagy húzzon el. Mondjam, Ferrarival jöttem, ezt kérdezi. És hát ezek még ma is élnek, azt mondhatjuk, hogy a locsolás, az már a városokban is újra felé lett, és ma is élnek. És
hát azt mondhatjuk, hogy ezek olyan szokások, amiket a modern körülmények között, hát akár itt Fehérváron egy lakótelepen is ugye le tudnak bonyolítani. Nem kell hozzá különösebb felszerelés, egyszerű locsoló vers, és egy kis ugye kölni. A nyúlnak milyen szerepe van, honnan ered? Hát ugye a nyúl az, ahogy a karácsonyfa is, ugye itt Közép-Európában német eredetű, ugye az Osternhase, az volt, az ugye a húsvéti nyúl, az ugye a német gyerekeknek hozta először a piros tojást, ami aztán később lett a csoki tojás is, de van még bádok tojás is színesre festve, és ugye azt mondták a gyerekeknek, hogy a húsvéti nyúl hozza, vagy az őt az tolja, a piros tojás, és nem a tyúk. Ez ugyanolyan, hát becsapása tulajdonképpen a kicsi gyerekeknek, mint hogy azt mondjuk nekik, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát, és egy bizonyos korig ezt ugye el is hiszik. Talán Európában a legnagyobb ilyen húsvéti tojás és húsvéti nyúl gyűjtemény, az Münchenben van a Kuriozitások Múzeumában, ami egy jogászé, nagyon előkelő helyen ott a Mária placon van, és őnek az egész Európából több ezer festett tojása van, a legkülönbözőbb technikával készültek, és nagyon-nagyon sok húsvéti nyúla is van, ugye, mert ez nem csak csoki, meg cukornyúl, mert készült ez zuhából is, ugye plüssből, készült ez bádokból is, felhúzható is, ami ugye megy, tehát ez Münchenben ez egy érdekes dolog. De van ilyen hímes tojásmúzeum Zengővárkonyban, itt Magyarországon is, ugye Baranya megyében, pár évvel ezelőtt nyílt meg, ugye az nagyon-nagyon szép, és ott is több ezer nagyon szép míves tojás, ami a magyar népművészetnek az értéke. A húsvétkor szokásos ételekről mit lehet tudni, a tojáson kívül a sonka, bárány és egyebek fogyasztásáról? Hát mint ahogy a neve is mutatja, ugye a húsvét az hát ugye tulajdonképpen egy ételről van elnevezve. A húsvét, ugye ez egy magyar szó, nagyon kifejező, és ellenpárja a húshagyó kertnek. Ugye a húshagyó kertben farsang utolsó napján elhagyjuk a húst, 40 napig bőjtölünk, nem nagyon eszünk húst, nagypénteken semmiképp nem, és utána elővesszük a húst. Ugye kezdődik a húsvéti időszak, és utána már ugye lehet húst enni. Ugye van mindenképp a sonka, amit ugye megfőznek, a tojás, a torma, ezek a húsvéti ételek, úgyhogy mondom, maga a neve is. Talán még a latin nyelvekben van legjobban valahogy ez benne. Ugye carnevale, olaszul azt jelenti, hogy égvelet hús, tehát az a húshagyat az benne van, de a németben az Faschingsdienstag, tehát ez a farsang, ked, és ugye a németül és angolul is ugye Ostern vagy Eastern, a karácsony nincs benne, úgy, de a magyar nyelvben ez benne van, kifejezi ennek a időszaknak a bőjtös, illetve utána a húsos jellegét. Faragó Laura, Kossuth díjas énekművész és Szakolcai Lajos, Széchenyi díjas irodalomtörténész volt a Vörös Marti Társaság vendége. A találkozón bemutatták Faragó Laura, a Magyar Népballadák és a Biblia című új kötetét is. A Magyar Népballada és a Biblia címmel jelent meg Faragó Laura, Kossuth díjas énekművész kötete. Faragó Laura az elhangzott műveket olyan egyedi módon elemzi, hogy az nem csupán a sokszor archaikus szövegek mélyebb, alaposabb megértését szolgálja, hanem a bibliai párhuzamok által szinte lelki gyakorlatként segítheti az emberi lélekről való elmélkedést, vagy akár a Biblia újraolvasását. Évekig lebeszéltem, hogy úgyse tudja megírni, ne fogjon hozzá. Olyan konok volt, kiderült, hogy 15-20 éve már gyűjtötte az anyagot, és annyira magányosan munkálkodott, mondom, de hát esetleg én mégis, mint közelálló férj, és valamennyire írással foglak, belenézhetek, elolvashatok egy mond, nem.
Nem, ezt ő csinálja, a végén könyörögnik, hadd olvassam el a könyvet. Valóban egy olyan fantasztikus dolog, tehát a népbalada egy olyan kultúrkincs, ugye, hogy a szokásvilág, a dráma, tehát a sok száz évre, ezer évre visszatekintő helyzetek, főképp drámai helyzetek, nagyon szépen párhuzamosan találhatók az Ószövetség, Újszövetség történéseivel. És ez valahogyan ő kitalálta magának, hogy egy ilyesmit fog csinálni. Engemet a legjobban az izgatott, és beszélgettünk is, ugye a nyár közepén voltunk Kalóz Zolinál, szegény, hát már nem él, és egy nagy életmű interjút csináltam vele, múlt év közepén meg is jelent a Magyar Naplóba, és ő egy fantasztikus ember volt, és pont azon meditáltam, majd itt lehet, hogy el is fogom mondani három mondat bevezetőként, hogy a balladát, a népballadát az adatközlő is a költészetével bővítheti, megemelheti. És egyetlen egy példa, a Kallósnak ugye 70-es évek elején, 71-72-ben Új Guzsajan mellett megjelent a balladás könyve, és Miklós Gyurkáné Szájka Rózsa volt az adatközlő. Abszolút analfabéta, se magyarul, se románul írni, olvasni nem tudott, de a világ a fejébe volt. A Kallós három párja vesztett gerdice változatot vett fel vele, eltett közben 30 év, és az utolsóba zseniálisan a férje halálát, a fájdalmat beleszőtte, de nem egy sírató formájába, rím, ritmus, minden stimmelt, ahogy a klasszikus párja vesztett gerdice szerepe. Tehát ez a csoda, hogy az adatközlők is a saját fájdalmunkat, és akiben van költészet, noha írni, olvasni nem tud, de szívében, lelkében van költészet, kibővítheti, megemelheti a balladát. Elindult egy útra, fel magos divára, magos diva várat építeni kezdték, annak élét ügyét sógunnal se vették, amit reggel raktak, estére homlott, amit este raktak, reggelre homlott. Tanakodni kezdett 12 kő mígás, falat megállítni, hogy lesz lehetséges. A szerző a könyvbemutatón elmondta, ezek az írások azért is olyan fontosak, mert a balladák nincsenek időhöz kötve, akár csak a bibliai példázatok, ezek a történetek kilépnek az időből azáltal, hogy az emberről szólnak, őszinték és tükröt tartanak az ember titkai elé. Eszembe jutott az elismerés után az a nyugodtságról László Gyula régész professzornak egy szép mondata. Ő festő is volt, és még éltében megkérdeztem tőle, hogy Gyula bácsi, mikor érzi úgy, hogy egy kész van a kép? Azt mondja, amikor a lelkemben beáll a csönd. Úgyhogy engem is egy ilyen nyugodtság fogott el, beállt a csönd. Az embernek nincs már az a bizonyítási kényszere kifelé, mert nagyon nehéz a művészeket értékelni, hiszen ez nem sport, hogy a méterekben lemérjük, hogy mit tudunk, vagy a centiméterekben, vagy az időben, az úszásnál, hanem a visszaigazolás nagyon fontos egy művésznek, és ennél ragyogóbb visszaigazolás, mint a Kossuth-díj, nem, nincs is Magyarországon. Nagyon örülök neki, hogy így fogalmazott. Ugyanakkor egy rendkívül értékes gondolatsorokkal tett kötetet ajánl most a figyelmünkbe. Én azt gondolom, hogy a magyar népballadákat egy időszakban méltatlanul elfeledtük. Most ez az összehasonlító elemző és a Bibliával együtt, tehát a Szentírással együtt azt hiszem, hogy kicsit kitágítja a lelkünket is, és gondolatokra sarkal bennünket is. Honnét jött a gondolat, hogyan sikerült ilyen mívesen megfogalmazni a magyar népballadák és a Biblia kapcsolatát? Egy véletlen élmény segített az első összehasonlításhoz. Református gimnáziumban tanítottam Budapesten, amikor a hittantanár megkért, hogy
Máté evangéliumában a bibliai igét a 16 éves lányok nem értik, ami így szól, hogy ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. És tanítsa meg az egyik kislánynak a Budai Ilona népbaladát, ahol az asszony menekül a tatár elől, viszi a kincsét és a két gyerekét, és a gyerekeit ott hagyja, és menekül tovább a kincsel. Kincset viszi tovább. Tehát az asszonynak a szíve a kincsénél volt, mert ahol a te kincsetek, ott a ti szívetek is. És ekkor elkezdtem otthon szórakozásból összehasonlítani a bibliai igéket. Jaj, ehhez a népbaladához ez illik, ehhez az. És majdnem 15 év telt el úgy, hogy saját szórakozásomra így megnyugtassam magam, hogy igenis, a népbalada az emberi közösségnek egy tanítása. És a Biblia meg a Jézus tanítása. És mind a kettő azért tanít, hogy ne essünk a saját hibánkba, hanem másokéból tanuljunk, úgymond. Tehát ez segít a tiszta élethez. És kaptam egy ösztöndíjat a minisztériumba tavaly, és akkor már csak éppen, hogy össze kellett gerebjéznem azokat a jegyzeteimet a magyar népbaladáról és a Bibliáról, amely én szerintem egy nagyon szép könyvben csúcsosodott ki. A kincsekből kincs született. Kinek ajánlaná figyelmébe? Melyik az a korosztály, akinél még nem késő elkezdeni, hogy egy kicsit figyeljünk rá? Hiszen én azt mondom, hogy minden korosztálynak méltán ajánlható, de azt hiszem, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy egy kicsit figyeljünk erre is. Hát talán az általános iskolásoknak még nem, mert ezek a népbaladák mind szinte egy kis mini krimik, és rémtörténetek, gondolok itt a Kék szakál mondára, amely a Molnár Anna ballada. Talán csak kevesen tudják, hogy egyedül a 16 nemzetközi változatból a magyar változat az, amelyik tovább viszi a balladát azzal a történettel, hogy itt most ugye minden balladában a leány öli meg a csábítót, aki már 6 leányt fölakasztott a fára, és Molnár Annának sikerül befejezni a történetet azzal, hogy ő győzött. A magyar változatban tovább megy, hazamegy, bekéreszkedik a házba, a férje megbocsájt, bemegy a lakásba, és megszoptatja síró fiát. Kallós Zoltántól májusban kérdeztem, hogy hogy létezik ez? Csak a Csángó változatban van? Nem, azt mondja, minden magyar változatban a megbocsájtással ér véget. Talán ez egy magyar hungarikum. Visszatérve a kérdésére, tehát az általános iskolásoknak nem, de a gimnazistáknak már nagyon is ajánlanám, és főleg tanároknak, hittan tanároknak, segédeszközként, vagy magyar tanároknak, és aztán a minden felnőtt embernek. A balladák a parasság gondolkodásmódját örökítik meg a szabad párválasztástól a szegény-gazdag ellentéten át, a nagy családosok életéig egyaránt. A balladákban megőrzött történetek pedig, melyek változatai gyakran más népek irodalmában is fellelhetőek, sokszor mutatnak hasonlóságot egy-egy bibliai motívum szimbolikájával. Kedves nézőink, Paletta kulturális magazinnal egy hét múlva jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra, szép estét kívánok!